Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Lampi Ágnes vagyok, kezdődik a Pulcs. Először is a magam és a munkatársaim nevében is nagyon boldog és sikeres új évet szeretnék kívánni Önöknek. Ez az év első Pulcs adása, úgyhogy két különleges vendéggel készültünk. Az első beszélgetésben politikáról lesz szó, méghozzá egy nagy visszatérővel, az együtt egykori politikusával, aki most a Kutyapárt 5. kerületi polgármester jelöltjeként indul, Juhász Péter lesz itt rövidesen. Egyébként úgy vállalta be ezt, hogy korábban már egy elég komoly kampány folyt ellene, úgyhogy meg fogom kérdezni, hogy vajon mire számít, és nem féle újra elindulni. Aztán itt lesz a műsor második felében egy nagy klasszikus, egy legenda, egy fantasztikus színész, Koltai Róbert, aki nem olyan régen ünnepelt a 80. születésnapját, úgyhogy ezekkel a vendégekkel, ezekkel a beszélgetésekkel készülünk, és akkor vágjunk is bele, ahogy már említettem, politikával kezdünk, és Juhász Pétertől fogom első körben megkérdezni azt, hogy miért jön vissza újra a politikába. Juhász Pétert indítja 5. kerületi polgármester jelöltként a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Közleményük szerint szívesen támogatják az együtt egykori politikusát, mert nem láttak más ellenzéki képviselőt az elmúlt évtizedben, aki ennyit próbált volna tenni a helyi korrupció ellen, és ilyen mélységben ismerné a kerület problémáit. Hozzátették, az ellenzék a kerületben sajnos hozza a szokásos formáját, pedig a kerület nyerhető. Hát akkor itt van Juhász Péter, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. És a nagy kérdés, amit már az előbb is említettem, hogy miért? Miért vállalta be ezt újra? Egy indokot találtam, a Telexnek azt mondta, hogy a 2014-es vereség sem tartja vissza az újrázástól, és hogy azért a belvárosban indult természetesen, mert hogy évekig dolgozott a kerületben az ingatlan ügyeknek a felderítésén. Na de, ahogy az előbb említettem, az elég komoly kampány folyt ön ellen. Miért? Nem miért egy... folyt kampány, hanem miért kezdve újra. Nagyon nehéz egy percben összefoglalni, mert nem egy nagy oka van, hanem nagyon sok apró. Elmondom a legvégét, és akkor az talán egy ilyen üzenetértékű valami lehetne, és így is álltam neki eredetileg, amikor elhatároztam, hogy beleállok ebbe a kihívásba. Ezt szeretik ma a fiatalok, úgyis a TikTokon a különböző kihívásokat javaslom, hogy próbálják meg azt az életben, és ez egy ilyenfajta kihívás. Tehát a legvége az volt a sok apró ilyen kis motivációs morzsának, amikor kijött a 444 valótlanul című filmje, ami ugye a lejárató kampányokról szól, és annak az a végkicsengés, az az üzenete igazából, hogy akire rászáll az állampárt, a Fidesz lejárató gépezete, azt végleg kicsinálják és háttérbe szorítják. És én azt gondoltam, hogy ilyen üzenetet, hát nyilván a filmből nem jöhet ki más, mert hogy nagyon sok embert bemutattak, akinek hasonló az életútja, de ráadásul az Inszámból hangzik el ott egy olyan mondat, hogy ledarálnak, és akkor kinek van ez kedve. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen társadalmi felelősségvállalás abban, hogyha megmutatjuk, hogy azért ez így nem egészen így van, nem végleges, és bármi történik, soha nem szabad feladni. Mondhatnék ilyen közhelyeket, hogy a remény hal meg utoljára, én azt gondolom, hogy addig tenni kell a dolgunkat. Na, de nem tart attól, hogy mondjuk akár egy ilyen újabb kampány elindulhat ön ellen, vagy akár a korábbi ügyeket lehet újra előhozni. Szóval magyarán újra elindulhat egy ilyen folyamat ön ellen. És éppen beszéltük azt, talán elárulhatom a nézőnek, hogy épp itt a adás előtt beszéltünk arról, hogy 7 évvel telt, amíg azok az ügyek a bíróságon lezárultak, amikről ugye korábban szó volt. Hát, és az összes pert 100%-ban nyerte meg, ez aki joggal foglalkozik, annyit jelent, hogy amikor mondjuk 27 állítás van egy per tárgyaként megnevezve, és mind a 27-ről kiderül, hogy tisztán hazugság, akkor ez ad egy magabiztosságot az embernek. Nem, de még egyszer, nem csak a látszat, ez hanem 7 év. Világos, csak hát ezzel számol az ember, hogyha ilyen jön, de pont ez az üzenet lényege, hogy ilyenekkel, hazugságokkal ne lehessen már embereket elrettenteni. Eltántorítani. Találtam másik szót az útelágazódás helyett. Szóval a lényeg, hogy én arra ösztökélnék inkább mindenkit, hogy legyen benne az a gyerekes düh, csak azért is ez a dac, hogy csak azért is beleáll egy ilyen helyzetben is az igazság keresésébe, a közösségért való tettekbe. Én ezt az üzenetet szeretném közvetíteni, ahelyett, mint ami annak a filmnek a végkicsengése volt, hogy
egy ponton feladja az ember. Szerintem nem szabad feladni az ilyen küzdelmeket. A Kutyapártnak a közleménye arról szólt, hogy ön kereste meg őket az ötlettel, és azért azt is lehet tudni, hogy nem csak a Kutyapártot kereste meg az ötletével, hogy ahogy itt fogalmaztak, hanem az összes többi ellenzéki pártot is. Miért nem az ő jelöltjük lett? Vagy miért nem ők jelölték végül? Hát itt csináltam egy kis filmet, meg a saját videócsatornámon van fenn. Abban fogalmazok így, hogy az ellenzék definiálhatatlan ma, hogy igazából mit nevezünk összesen az ellenzéknek. Én mindegyik párttal ki tudok békülni valamilyen szinten, egyiknek sem vagyok inkább híve, mint a másiknak, de egyben, mint ellenzék, az ma hát egy massza, amivel nem sokat tud az ellenzéki szavazó kezdeni. Egy állandó veszekedést, koncepciótlanságot lát. Én azt gondolom, hogy egy fontos üzenet lehetne, ez is része volt annak, hogy eldöntöttem, hogy jövök. Miután beszéltem már helyben érdekeltekkel, tehát egy két jelölttel, meg beszéltem ott jó pár emberrel, Hatházi Ágostól Baranyi Krisztán át, akik referencia közegnek számítanak, hogy mi az ő véleményük. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenet lehetne az ellenzéki szavazónak, legyen bármelyik párt elkötelezettje is, hogyha lenne egy ügy, egy személy, aki mögé mindenki egyben fel tud sorakozni. Azért olyan ma még nem volt, vagy Magyarországon még nem volt, hogy a Momentum és a DK meg tud állapodni egy helyben, hogy közösen támogat valamit, vagy mondjuk Márki-Zay Péter pártjától a két farkutya pártig, akik egymással. Majd a kérdés továbbra is az, hogy miért nem a többi párt. Na és ezt akarom végigmondani, és én ezzel kerestem meg az összes pártot. Tehát, hogy gyakorlatilag egy van, akikkel csak telefonon beszéltem, most minden más párttal, személyesen pártvezetőivel tárgyaltam, voltam a főpolgármester úrnál is, mert ez volt az én koncepcióm, hogy lenne valaki, aki az ő szavazóinknak biztosan elfogadható, nem tudnánk olyan pártot mondani, ahonnan mi megkaptunk volna visszajelzést még az együtt korábban, vagy megszűnésekor, hogy egyébként nagyon becsülték a munkánkat, még ha nem is rájuk szavaztunk, vagy nem ránk szavaztak adott esetben. Én azt gondoltam, hogy az egy nagyon fontos üzenet az ellenzék részről, hogy van egy valaki, és ezért azt mondtam, hogy független jelöltként mennék minden párt támogatásával. És akkor elkerültem ezekhez a pártvezetőkhöz, most nem akarok senkit kiszerkeszteni, a fele azt mondta, hogy legyek az ő saját jelöltje. Mondtam, hogy nem szeretnék egy párt jelöltje lenni, hanem pont az az üzenet lényege, hogy együtt, végre van egy együttműködés egy egyébként általuk jellemzően bukott körzetnek gondolt területen, tehát még kockázatuk sincs benne, ahol jellemzően nem beágyazottak az aktivistáik, mert nincsenek jelen a belvárosban nagyon sok párt aktivistái, van egy-kettő, aki jelen van. És akkor ezt kaptam vissza, hogy de hát ugye a párt érdek az az, hogy egymással is szemben tehát rivalizálnak. Hogy majd a bingizésben, a listákon eldöntik, hogy akkor ki, kit, hol és a nem tudom, és mondom, hogy na, ez az, amiben nem szeretnék viszont részt venni. És most nem a Kutyapárt jelöltje? De, és nézi? Akkor így lett az, hogy a legkevésbé párt, ilyen értelemben, ők azok, akik tényleg nem vesznek részt ebben, amit engem is taszít, hogy a milyen listát, hol és csak az érdek és csak a párt szempontok alapján jönnek jelöltek. Erre utalt a közleményük is, hogy nem olyan jelöltek van, akik ott valójában, hogy mondjam, hitelesen megfelelő munkát végeztek. Én azt gondoltam, hogy akkor ők azok, akik nekem a legszimpatikusabb választás, nem vesznek részt ebben a bingiben, teszik a dolgukat, azért, hogyha két farok kutyapárt tevékenységét nézzük, akkor tényleg egy olyan pártról beszélünk, amelyik tetteket hajt végre. Nem beszél, nem tárgyaló asztalnál ül egyfolytában és nézi, hogy az ő érdeke milyen pozíciók felhajtása lenne, hanem csinál dolgokat. Lehet, hogy valakinek tetszik az, hogy, vagy nem tetszik az, hogy buszmegállót épít, a másiknak az nem tetszik, hogy négy színre festi a járdákat, mindenképp figyelemfelhívó, attraktív dolgokat csinálnak, és én ilyen politikát szeretnék követni, amiben csinálunk valamit, és nem csak beszélünk róla. Egyébként, ha már a többi jelöltet említette, azért említsük meg, hogy áll most a helyzet a belvárosban az ellenzék szempontjából, mert nem egy könnyű terep, akár a Fidesz oldaláról nézzük, mert egy nehéz terepről van szó, akár az ellenzék szempontjából, mert hogy van két másik ellenzéki jelölt, ugye van a Momentumos Kápafonius Gábor, aki jelenlegi főpolgármester helyettes, tehát ő is azért egy erős pozícióból indul, és Kovács Alex Gábor, aki pedig ugye a helyi ellenzéki frakcióvezető, mind a ketten bejelentették, hogy indulnak a posztért, és valóban, ahogy ön is mondta, a Kutyapárt mind a kettőjükbe beleszállt. Azt írta róluk például a Kápafonius Gáborról, hogy a Momentum ejtette ide, túl kompromisszum kereső, és biztosak abban, hogy a főváros egyik legkorruptabb kerületében Rogán Antal helyi emberevel megküzdeni és vezetni a kerületet, sokféle készségre lehet szükség, de kompromisszum készségre a legkevésbé. És Kovács Alexről is azt írta,
mondták, hogy nem csak megszavazta a kerület ingatlan vagyonának kijátszását lehetővé tevő helyi rendeletet, de ő maga is haszonélvezője volt, és akkor mondtak ugye ezzel kapcsolatban egy példát. Szóval mennyire fogja ez a helyzet megosztani az ellenzéki szavazókat 5. kerületben? Tényleg nem a két jelöltről szeretnénk beszélni, valóban az van az én véleményem szerint is, bár a közleményben volt vitánk, én nem ilyen szóhasználattal adnám ki a nyitó közlemény. Az állításokban, hogy mondjam, nincs vitánk olyan értelemben, hogy hát a valóság az, hogy Kovács Alex kapott ugyanúgy féláron belvárosban 26 évesen egy lakást, mint MSZP-s önkormányzati képviselő. Hát hogy mondjam, felvett kérdéseket, hogy egy ilyen háttérrel várhatunk-e valós megtisztulást, vagy valóban az ott lakók érdekében jár el, aki Kerpel Fonusz Gábor valóban budapesti főpolgármester helyettesként oda jár dolgozni a kerületbe, de hát párt logika alapján lett ott éppen jelölt előtte, ugye a Zuglóban tervezték indítani, tehát nem az elköteleződés miatt. De mondom, nem róluk szól ez, inkább, vagy onnan szól róluk, hogy amikor úgy fogalmaztam akkor, hogy erősen gondolkodom azon, hogy beleálljak egy ilyen kampányba, megkerestem mind a kettőjüket, mert hogy rosszat nem akarok. Tehát, hogy ők tudják az, hogy hogy oldódik fel ez a helyzet, mert most ketten vannak, lesz-e előválasztás, milyen, hol tartanak a tárgyalásokban, milyen módon kívánják eldönteni, hogy ki legyen végül az egy darab jelölt, mert az viszont biztos, és erre, hogy mondjam, mindent erre kell fölteni, hogy egy jelölt legyen szemben a Fidesz jelöltjével szemben. Hát tehát, ez csak előválasztással lehetséges. Én is ezt gondolom, tehát magyarul ez volt az én felvetésem, hogy akkor kiderült, hogy ők még nem beszéltek egymással. Azért az fél évvel a választás előtt szerintem minimum hát kérdéseket vett föl. Kiderült, hogy az előválasztásban tökéletesen ellentétes állásponton vannak, akkor még az volt, az egyikük nem is akar, a másik akar, bár kifelé más. Ma már ott tartunk, hogy úgy tudom, hogy mind a ketten szeretnének, de az egyik most azonnal, a másik a választásokhoz legközelebb, az egyik csak személyesen, pont a másik ebben nem akar csak beleszállni az előválasztás kapcsán, én azt gondolom, hogy előválasztás kell, nekem mindegy, hogy csak személyesen vagy online is, legyen. Ez a fő kérdés, és azt gondoltam, hogy ezzel én csak jót tehetek személyemmel, hogyha beszállok egy ilyen térbe, mert egyrészt sokkal inkább kikényszeríthető, hogy valóban legyen előválasztás, és ne legyen az a helyzet, hogy két jelölt van a Fidesz jelöltjével szemben. Másrészt, ha engem megver bármelyikük is egy előválasztáson, az biztos, hogy hát, hogy mondjam, megemeli őket. Tehát, hogy ha még engem is legyőztek, akkor biztos, hogy ők a legjobb jelöltek. Tehát magyarul ártani egyiküknek sem ártok, hogyha a választók úgy gondolják, hogy alkalmasabbak, mint én, akkor ezt el fogom fogadni. Én azt hajtom, hogy legyen előválasztás, és az állításom, hogy abból én fogok kijönni győztesnek. Mire számít egyébként? Milyen lesz ez a kampány? Nem csak az 5. kerületben, mert nyilván persze kerületenként is lehet eltérő a kampány természetesen, de ugye minden kampány előtt elmondjuk, hogy ez egészen más lesz, súlyos lesz, erős lesz, ez minden kampány során elhangzik, de most mégis mire számít? Milyen lesz ez a kampány? Arról nem is beszélve, hogy ha egy picit tágítjuk a teret és Budapestet nézzük, hogy a Fidesznek még nincs főpolgármester jelöltje. Nem tudom, vagy nem akarom megismételni ezeket a tényleg évről évre, vagy választásról választásra elmondott szavak, hogy még durvább lesz, még keményebb lesz, pedig a valóság az ez. Hát azért látjuk, hogy hogy működik egy ilyen autoriter rendszer, mindig rá kell tenni egy lapáttal, egyszerűen ez a sajátja. Azt gondolom, hogy igen, egy kemény kampány lesz ilyen értem, vagy mocskos állításokkal és mocskos eszközökkel fog operálni, ebben egész biztos vagyok, maga a Fidesz. De szerintem pont ez a feladat, hogy olyan emberek álljanak ezzel szemben, akik ezt bírják, tűrik, el tudják viselni. Nekem erről papíron van, kérem. Tehát, hogy hát, az biztos, hogy az biztos, hogy engem nem az fog kikészíteni, hogy a Fidesz milyen eszközökkel jön szembe, és biztos, hogy végig küzdöm ezt a folyamatot. És még abban is biztos vagyok, hogy meg lehet nyerni ezt a kerületet, és ezen fogok dolgozni, és ha ezt megcsináljuk együtt, a választókkal, azokkal, akik ott élnek, mert ők egy borzasztó helyen élnek, szeretném jelezni. Tehát innen nézve a Budapest belvárosa szépül, épül, ugye a Patyomkin megvan, hogy a homlokzatokat mondjuk felújtják, de valaki menjen be egyszer egy ilyen házba, aminek gyönyörű szépít a homlokzata. Ha nem Tiborc, vagy Mészáros, vagy valaki vásárolta meg, és butik hotel lett belőle, akkor az belül omladozik, és nem korszerű a fűtése, és na jó, de
ha az eredményeket nézzük, egyelőre a tényekből, ha kiindulunk, ugye egyelőre ott tartunk, hogy 2014 óta viszi a Fidesz. Márhogy ezt már 2014 óta ugye Szentgyörgyvölgyi Péter előtte Rogán Antal, tehát elég régóta egy nagyon erősen fideszes kerületről beszélünk. Tehát miért gondolja, hogy ezt a mozgókkal meg lehet? Én azt hiszem, hogy nem az ott lakókon múlik ez, hogy ők jól élnek és jól érzik magukat. Én mondanék egy másik adatot, pár évtized alatt harmadára esett le az ott lakók létszáma. Tehát, hogy kiköltöznek az emberek, mert nem jó ott élni. Egyszerűen foglalkozik a helyi vezetés azzal, hogy tud ellopni minél több ingatlant, amiből aztán majd befektetőknek szállodát, Airbnb lakást, ilyeneket ad, de mégiscsak azt történt, hogy 62 ezerről lement 24 ezerre a lakosok száma. Az azt jelenti, hogy borzasztó élni, hogy van-e még egy kerület a városban, ahol a szomszéd kerületbe kell átmenni vásárolni, hogyha nem 1200-1400 forintért szeretne tejet venni az ember, vagy 2500-3000-ért kenyeret, hogy egy karácsonyi vásárban 10 ezer forint volt egy bográcsnyi étel, vagy egy lángos 4 ezer forint. Tehát ott élni, akik ott laknak, akik fizetik az adót oda, akik ott várják el, hogy mondjuk a sarkon elérjék a gyógyszertárat, amiből megint bezárt, nem tudom, hogy posta ugyanúgy zárt be belvárosban három, azt hiszem az elmúlt évek alatt, mint a bármelyik kis településen. Tehát, hogy egyszerűen borzasztó ott az élet, maga az élet, és ugye egy polgármesternek azért én azt gondolom, hogy az lenne a felelőssége, hogy azokkal foglalkozzon, akik ott élnek elsősorban. Más kérdés, hogy egyeztetve a környezetével, de akkor itt megint kiemelném, a környezete az végig nem fideszes. Innentől van egy, még rátett egy lapáttal, arról is sokat lehetett olvasni, hogy Budapesttől elvesznek utcákat, és az 5. kerületnek hagyják, például Vörösmarty tér, vagy a Széchenyi tér az MTA előtt. Ezeknek az az oka, hogy itt a fideszes személyzetet, Szentgyörgyi Pétert, aki nem egy önálló entitás, ezt ugye nem kell mondani, hanem Rogán Antal által irányított személyzet. Kell valaki a Fidesznek, aki lekapcsolja a villanyt az önkormányzatnál, hogyha hazamegy, meg fölkapcsolja reggel, és kiosztja az alamizsnát, amit a lopott pénz töredékéből odaadnak az ott élőknek, hogy tessék, éljetek jól, és kaptok támogatásokat. De a lényeg, hogy ezt a helyzetet úgy használják ki, hogy semmit nem a fővárossal vagy a környékbeliekkel egyeztetnek, hanem mindent, mint kés a vajon, átnyomnak az 5. kerületen. Ebből következően, amikor mondjuk felújítás lesz az MTA-nál, amit Mészáros Lőrinc cége nyert meg, akkor ott végig a Bajcsin és a József Attila utcán fognak bejönni a hihetetlen poros traktorok, teherautók, kamionok, mert azt ott sikerült kijátszani, és arra tudnak menni, míg egyébként a normálisan, mondjuk a fővárossal megbeszélve, a rakparton közlekedhetnének ezek a járművek, nem keresztül a belvároson. Ez a Fidesznek érdeke, a Fidesz oligarchái kiszolgálásához ez szükséges, de hogy nem az ott lakók érdeke, az egészen biztos. Az Ávec készített egyébként, ha egy adatokról is volt szó, egy kutatás, biztos látta, és nézték, hogy az 5. kerületben hogyan alakulhat. Azt hiszem, hogy akkor készült ez a kutatás, amikor még ön nem jelentette be az indulását, mert hogy nem szerepelt még ebben, csak Kovács Alex Gábor és Kápelfronius Gábor. És az eredmény az volt, hogy a Kovács Alex Gáborra szavaznának többen, legalábbis ez szerint a kutatás szerint, és hogy esélyesebbnek tartják a győzelemre őt a belvárosban, és az Elveszivel azt mondta, hogy ezek a felmérések mindig azt mutatják, hogy a sokkal nagyobb esélye van helyben beágyazott jelölteknek, illetve a regnáló polgármestereknek, mert hogy ez általában ilyen tendenciákban ez látható, hogyha az adatokat, az információkat nézzük. Ebből a szempontból ön hol találja meg itt, és hogy lesz a kampánya, mondjuk akár Szentgyörgyi Péter eszembe? Most két mondatot, tényleg nem akarnék egy ilyen kutatásra, és ilyenekből élnek ezek a kutatóintézetek. Mögé néztek, hogy ez mi igazából, mert én megnéztem. Ez egy 600 fős, tehát nem reprezentatív, 1000 fős megkérdezés alatt nincsen reprezentatív közönkutatás, 600 fővel készült telefonon, és 40% nem válaszolt. Tehát, hogy a kettő közül nem választott. Na most innentől miről beszélünk, 150 ember véleményéről beszélünk, ez igazából semmit nem jelent. Ezeknek a hiba határa 15%-20% környéke lett, nincs jelentősége. Elfogadom, hogy azok az emberek éppen így válaszoltak, nem gondolom, hogy bárki csalna, csak nincsen jelentősége a számomra. Az, hogy ki beágyazott, vagy ki nem, hát én az 5. előbe jártam bölcsödébe, óvodába, általános iskolába. Onnan indultam gimnáziumba, laktam a legészakibb részén, a Balaton utcában, a Nagy Ignác utcában, laktam a legdélibb részén, a Papnövelde utcában, de egyébként a Bank utcából indultam még óvodában, meg a Nemzeti Banknál középen.
a Molnár utcában nyertem az első úszóversenyem, a Szemere utcában a sakk, ezért nem tudom, tehát ha valaki beágyazott, akkor én ott tényleg fiatal felnőttként ott sétáltam a kutyámat a Falk-Miksa utcából a Olympia Parknál, amikor még lehetett, amikor nem volt körbekerítve, és hát ott dolgoztam 10 évet, hát nem tudnák az emberek, hogy mi zajlott az 5. kerületben, hogyha az én munkámat nem, vagy munkám által nem ismerték volna meg. Az én munkámnak legalább eredménye volt, most hivatkoznak arra is többen, hogy most éppen önkormányzat ágán valahogy ott tevékenykedők közül, hogy de én mit csináltam az elmúlt években. Hát elmondom, én a gyerekeimmel foglalkoztam, mert hogy rájuk bíztuk, hogy a kerületben menjenek rendesen a dolgok, ők önkormányzati képviselők lettek, ezért felvettek fizetést, természetesen tőlük várjuk a munkát, de mi lett az eredménye a munkának? Én azt a magamról elmondani, hogy amikor ott voltam, mindenki megismerte ezeket a folyamatokat, hogy hogy játsszák ki. Sikerült elérni egyedül, akkor nem nagyon volt ott támogatásom ellenzéki oldalról sem, hogy kirakják a lakás célú ingatlanokat legalább egy listába, hogy miket adnak el. Ez nem annyira van frissítve és számon kérve, jelezném. Megszüntetik az ingatlanok eladását, amikor én eljöttem, akkor lett újra egy eladási hullám, de sikerült elérni azt, hogy nem adtak el ingatlant, hoztak egy rendeletet, amíg ott voltam, és szerintem ezek a fontos dolgok. Ilyet van egy nagyon fontos, ami nekem tényleg iszonyúan fáj. 2019-ben, amikor a főpolgármesteri pozíciót Karácsonyi Gergely megnyerte, tehát országos szinten az ellenzék itt legalább hatalomra került, mindenki által üzentem, hogy ez egy óriási lehetőség a belvárosi lakosoknak, hiszen rengeteg olyan ingatlant adnak el az önkormányzat részéről, aminél elővásárlási joga lenne a fővárosnak. Kötelezően el kell érni, hogy ezeket a főváros megvegye, mert bizonyítható lesz, hogy töredékáron adják el. A főváros meg bevételhez jut, mert tényleg harmadáért feliratták el ezeket az ingatlanokat, tehát egyet megvesz, dupla annyi pénzt keres rajta, hogyha eladja piaci áron. Ezt 5 év alatt nem sikerült végigvinni. Tehát egy ilyen ingatlannal sem sikerült elérni, hogy a főváros megvegye. Ez szerintem az ott dolgozó önkormányzati, a önkormányzat környékén levő ellenzéki politikusok felelősségére. Utolsó kérdés, hogy a végére, mert adja magát a kérdés ebből, amit mondott, hogy mire alapozza majd a kampányát. Akkor erre viszi tovább ezeket az ügyeket? Tehát ez lesz a fő üzenet az önkampányának? Ugye bemutattam, elmondom a folyamatot, és akkor abból, mert ezt az ott élők érték, szerintem nagyon sokan kifelé nem. Az, hogy én elmondtam, hogy hogy lopják el az ingatlanokat, az egy dolog, ennek volt akkor azt gondolom hozománya, vagy hozadéka, hogy megismerték az emberek, de az ott élők szempontjából ez egy folyamat kezdete, mert ahogy mondtam, ezekkel az ingatlanokat utána a csókosok megtartják, úgynevezett befektetők megveszik. Abban a pillanatban, hogy többségbe kerülnek egy épületben, onnantól fölveszik iszonyú módon a közös költség befizetendő összegét, mert többségbe kerültek házba, szorítják ki az ott élőket, vagy nem tudják, vagy nagyon nehezen tudják fizetni a közös költséget. Megszavaznak egy kocsmát mondjuk lenn a ház aljában, cukrászdaként belengetve a lakóknak, ha nem megy át, akkor én hallottam olyanról is, ahol akár meghamisítják a lakó aláírását, és utána már nem tud mit csinálni, hiszen az önkormányzat nem az ő érdekében jár el, hanem a befektetők csak érdekében. Csak azért, hogy megnyithassák ezt így az cukrászdát? Hát ahhoz ugye kell a lakók többségének hozzájárulása. Hallottam olyanról, aki elköltözött, eladta a lakását, fél áron kellett eladni ahhoz képest, amit mondjuk 2 évvel korábban élt, mert azt mondták, hogy egy cukrászda lesz, ő nem járult hozzá, mégis megnyitott a cukrászda, utána már nem tudott vele mit csinálni, hogy akkor kiírta alá, és hogy pedig neki szükséges lett volna az aláírása ahhoz, hogy megnyithasson, erről tudott, olyan, hogy mondjam, arányban képviselve volt a társasházban szavazati joggal. Ez melyik utca volt legalább azt árulja? Ez, ha jól emlékszem, a Sas utca. Tehát, hogy egy kocsma nyílt az aljában, innentől. Most gondoljál úgy élni, hogy ugye ül egy félig üres házban, mert minden harmadik lakásban lakik valaki ma az 5. kerületben, van életvitelszerűen, és lent hajnal 4-ig dajdajoznak az emberek szórakozó helyként használva az ön lakása bejáratát gyakorlatilag, amihez hozzá se járult. Szóval, és akkor jönnek az építkezések, hogyha esetleg nem lenne elég ez, ahogy mondtam, Tiborctól Mészároson át gyakorlatilag minden Orbán Stróman építkezik valahogy a belvárosban, épülnek a luxusszállodák, de minden erről szól, az ott élőkről gyakorlatilag semmi. Én azt gondolom, hogy velük kell ma foglalkozni elsősorban, mert az ott élőkkel. Na hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul. Nagyon szépen köszönöm Juhász Péternek, hogy itt volt velünk. Köszönöm még egyszer. Köszönöm én is. És ahogy az előbb már említettem, a műsor elején egy színész legendával fogjuk folytatni a mai műsort, aki nem olyan régen töltötte be a 80. születésnapját. Mindig azon csodálkozom, milyen jól vagyok. Persze néha van némi visszaesés egészségileg, de nem komolyak.
Az elmúlt év sok örömet hozott munka és egészség terén is, nyilatkozta az Indexnek a nemrég 80. születésnapját ünneplő Koltai Róbert. A Sose halunk meg Gyuszi bácsia akkori szerepéhez hasonlóan kihasználja az élet adta összes lehetőséget, és esze ágában sincs letenni a lantot. Az előadásokon pedig mindenképp 100%-ot kell nyújtani, vallja a Jászai Mari díjas színművész. Aki nem csak hogy vallja, de el is jött most ide hozzánk. Köszönöm szépen Koltai Róbertnek, hogy itt van. Nagyon szívesen, örömmel jöttem. És hát nagyon boldog születésnapot. Nem is tudom, már hanyadik lehettek a sorban, aki felköszönti. Hát így a születésnapom után már csak 8-an. Csak 8-an? Na hát akkor ez nagy megtiszteltetésnek lesz. De előtte szoktak. De... Ugye néztem, ahogy készültem a beszélgetésre, a Klubrádióban volt, és ott kérdezték öntől ezt a 80 évet, és akkor azt mondta, hogy nem érti, hogy ez mit jelent, meg hogy nem is lehet ezt felfogni, ezt a 80 évet. Ez tényleg így van, hogy az embernek nem számít? Tehát tényleg csak egy szám ez a 80 év? Nem is nagyon tudom elhinni, mert tele vagyok energiával, erővel. Hát jól érzem magam. Na hát ez a lényeg, csak hogy arra lettem volna kíváncsi, hogy egyáltalán számít ez, vagy hogy, mert hogy van, aki azt mondja, mit olyan a 60 év az egy ilyen fordulópont, vagy a 70 év, vagy a 80, tehát hogy van ennek jelentősége, vagy az ember csinálja ugyanúgy a hát dolgát? Nem kell mindent meghallani az embernek, én főleg azt hallom meg, hogy jobban nézek ki, mint valaha. Na, én ezt hallom meg szívesen. Igen, hogy mindig az optimizmusát, ezt mindig kiszokták emelni az egész pályája során. Akárkivel beszélgettem én is ezzel kapcsolatban, mindenki ezt emelte ki, hogy mennyire optimista, és mindig a dolgoknak a jó oldalát, a jó szempontját nézni. Ez honnan jön? Vagy ez tényleg így van? Hát ez családi indítatásról, azt hiszem főleg édesapámnak, aki sportvezető volt, és... Na de miért neki jó kedve volt? Vagy ő mindig a rosszba is meglátta a jókat? Vagy ez hogy működött? Ő olyan volt, hogyha például nem törtem el semmimet, de ha eltörtem volna a lábamat, akkor ilyesmit tudott mondani. De tök hittel, hogy de a bal lábad az tip-top, ugye? igen, ilyen klasszikussá vált. Nem szeretett rosszat hallani. És ez ezek szerint a családban is megmaradt, a családban is ott volt végig, meg az egész életét végig kíséri? Hát meg a játék és a versek, főleg. Uh-huh. Ami meglepő egy sportvezetőtől, hogy csodálatosan mond verset, és rengeteg verset tudott fejből. És nekünk az volt a vasárnap délelőtti program, hogyha jól viselkedtünk, hogy akkor... Még egy éneket elmondott a János Vitézben, azt is kívülről tudta. És közben meg sportvezető volt, sportember. Uh-huh. És akkor ez innen jött? Ez a jó hangulat volt mindig otthon ezek szerint? Nem a hangulat jött innen, hanem az indítatás, hogy például a versek az ma is, tehát hogyha most is bárhol vagyok, vers nélkül semmilyen műsort nem fejezek be. Tehát ilyen önálló estekre gondolok. Uh-huh. Van olyan, ami így nagy kedvenc? Olyan vers, amit... Mert tudom, hogy nagyon sokat tud kívülről, és bármikor, bármelyiket el tudja mondani, de van olyan, ami a nagyon-nagyon nagy kedvenc, és tényleg úgy megdobogtatja a szívét, akárhányszor mondja? Hát az egész magyar költészet az egy csoda, de a Petőfinek a Péter bátyja című verse, azt apukám úgy mondta, olyan Kossuth díjas szinten, sportvezető létére. Gyakran volt, hogy a focisták azt kérték az a csapat, ahol éppen volt, hogy Pista bácsi, tessék elmondani egy szép Adi verset, vagy egy Petőfit. Egész különleges beleérzéssel tudott verset mondani, tehát nekem oda csak meg kellett születni abba a családba. Mm-hmm. És akkor jött szinte ez az érzés szinte, vagy akkor ezt így... A nem, versek szeretete. Hát ez ingyen. Ez ingyen. Ez ingyen jött. Ugye megjelent egy könyv, Koltai 80, ez a bizonyos filmes könyv. Igen. Nagyon sokat lehetett róla olvasni, és ott a filmekkel kapcsolatban azt idézték öntől, hogy a filmben az a furcsa, hogy sokszor nem mutatja meg magát, még a vágóasztalon sem, sokáig rejtőzködik, és csak a moziban, sőt sokszor ott sem azonnal látszik, hogy mi is lett belőle. És hogy mert a közönség emeli fel, vagy ejti le.
És ugye itt ebben a könyvben, ha jól emlékszem, 15 filmet, vagy 15 filmet emeltek ki a filmes könyvben, legalábbis ezek szerepeltek. Hát azért elmondanám, hogy a párom írta, Gál Ildikó, akivel ez a negyedik, illetve ez az ő könyve, tehát ő beszélt mindenkivel, minden egyes résztvevővel, Dés Lacitól kezdve, Grecsó Krisztiánig, tehát mindenkivel, Nógrádi Gábor, akivel a Sose Hallunk meget csináltuk. Tehát ez az Ildinek a könyve. Az eddigi könyveket meg együtt csináltuk, ez a negyedik. Mert volt egy Sose Halok meg, kérdőjel, az első 75, ez volt az elsőnek a címe. A második könyvünk volt az Én kabarém, és Végszót adok-veszek, ez volt a harmadik. És ez a negyedik most a filmes könyv. És ugye ebben, ha jól emlékszem, vagy jól néztem, 15 olyan alkotás volt, amit ő kiemelt ebből a szempontból. És ha így rá kéne ezek közül valamelyikre mutatni, akkor melyik volt az, amelyikről mondjuk a vágóasztalon még nem látszott, hogy esetleg ekkora közönség siker lesz, vagy változott ebből a szempontból, mert hát mindegyik óriási siker ezek közül. Hát azért vannak különbségek. Például? Mert hát az első az hihetetlen, hogy megszületett. A Sose Halunk meg. Miért? Hát azért, mert nem lehet elképzelni, hogy egy vidéki színész, aki örül, hogy él, kitalálja azt, hogy legyen az életéből, legalábbis egy bizonyos pontjából a nagybátyja története film legyen, ezt elképzelni, pláne, hogyha most látjuk, most is egyre nehezebb filmhez jutni, még az igazán befutott rendezőknek is, viszont egy-két ember meg hatalmas támogatásokat kap, nem tudom mire. Ehhez képest az igazi meglepetés volt, hogy elképzeltem valamit, és azt mesélgettem, mert az a próbálja ennek, hogyha az ember bármit, azóta is, hogyha bármit kitalálok, nem rárontok a közönségre, hanem kipróbálom, hogy működik. Tehát ez mesélgetéssel. Ja, hogy isztorizás, hogy mi lenne benne. Uh-huh. És amikor felfigyelnek rá, tehát és egyre több szakmabeli is azt mondja, hogy ebből lehetne esetleg film, akkor megmozdultam ebben az irányban, de akkor még most sem hiszem el, hogy ezt ennyire szeretik. Nem mondja, de miért nem? Hát mert hihetetlen. De mi hihetetlen benne, hogy a sztori most működik? Elmondtam, hogy egy színész, aki nem is rendező, életemben nem... Bementünk Simó Sándorhoz, aki már nem él, és örök hála neki, hogy látott benne fantáziát a dologba, és így megpiszkálta az órát, hogy ő érez, a másfél oldalas szinopszis alapján, azt mondta, ő érez ebbe valamit, csak az a kérés, hogy ne csak rendezzem, az is egy Isten kísértés, hanem hogy én játszam a Gyuszi bácsit, a nagybátyámat, a lóversenyes nagybátyámat. Mondom, de hát hogy? Hát én még nem rendeztem, majd segítenek. És tényleg egy-két kollégám, Lukács Andor és Jordán Tamás konkrétan is segített az elején, és aztán látták, hogy az első hét után már nem kell annyira belefolyni. Már nem kell annyit segíteni. Igen. Uh-huh. Hát azért voltak itt még óriási nagy filmek, mert bármelyiket kiemelhetem. Azért kérdezem, azért adnám ezt át oda, hogy amelyik ilyen szempontból akár meglepetés hozott, mert engem meglepett ez a mondat, hogy ezek szerint a közönség. Nyilván a közönségtől függ persze, hogy nézik vagy nem nézik. Na, de azért mindegyik nagyon-nagyon nagy film. Hát, biztos vannak közte. Ami ebben a könyvben a legizgalmasabb, az Ildikó féle könyvben, hogy van benne egy olyan fejezet, amit egy olyan film esztéta írt, aki már 5 éve nincs köztünk, Király Jenő, és akit a világ legnagyobb rendezői is elismernek, mert a világ egyik legkomolyabb szakértője. Na most, hogy ő
úgy írta Sosalul megről, mint hogy ezt egy igazi rendező rendezte volna, meg igazi színészek játszanák, és hogy annyi mélységet látott meg benne, amit én nem tudtam, hogy beletettünk. És annyi szépséget. Ő már nem él 5 éve, de őnek is van egy fejezet a könyvben számva. És ez ennél nagyobb elismerés nem nagyon lehet. És ez a nagy kedvenc akkor, ez a, ha ki lehet egyáltalán ilyen emelni ön számára a filmjei közül? Hát természetesen mint a legelső gyerek. De egyébként meg a többit is, ahogy megszülettek, mindegyikhez fűződik egy-egy szép sztori, történet. Hát például a második film, Nógrádi Gábort emelem ki elsőnek, mert a Sosalul megnek ő volt a forgatókönyvírója. Hát aztán együtt csináltuk természetesen. És volt egy pici leállásunk, 8 év. Mikor már úgy volt, hogy nem sokára lesz a film, akkor én mondtam, hogy én ezt így, ne haragudj Gábor, én ezt így nem szeretném. Azt mondja, jó. Megértette. De akkor úgy volt, hogy leálltunk effektív 8 évig. Nem foglalkoztunk ezzel. Én csináltam a kaposvári színházi dolgaimat, egyéb színházi elfoglaltságokat. Hát ez nem egy kis leállás, azt nem lehet mondani. Hát nem, mert már elbúcsúztunk tőle, hogy ebből cseres semmi, és aztán véletlenek sorozata hozta, hogy megjelentem a Simó Sándornál, aki látott benne fantáziát. És mondjuk a Csocsó, vagy az Embertanár úr, vagy a miniszter félrelép, hát ezek is, hát nem lehet azt mondani, hogy nem futottak be, hát imádja a közönség a mai napig. Igen, és, de akkor is, ha engem kérdeznek, akkor én azt mondom, hogy hát a Csocsó például, hát arra ugyanúgy büszke vagyok, mert abban meg benne van apukám Sztálinváros, a május 1-i felvonulások, az én egész gyerekkorom. Szóval nagyon büszke vagyok rá, de nem mondhatom azt, hogy fontosabb, mint a Sosalul meg. Mert ha az nincs, akkor semmi nincs. Akkor egy film sincs. Egy picit beszéljünk még a jövőről, mert... Az is lesz. Nagyon remélem, hogy lesz, igen. És azért szeretném ezt előhozni, mert Bámus Miklós is ugye ott volt ezen a könyvbemutatón. Azt hiszem, hogy pontosan a Csocsóban van ez a szám, hogy ha lenne jövő, és akkor repülök fönn az égbe. Látta a Csocsót? Persze. A legvége az, hogy annyi baj van a Földön, hogy a Csocsó bácsi fölrepül az égbe. És akkor közben ez a gyönyörű désszám megy, mert pont kimondta ezt, ha lenne jövő. Na jó, szóval én most azért a jövőre is rákérdeznék, és pont emiatt, mert hogy ugye van, vagy lettek volna terveik, nem is tudom milyen időben kérdezem, ugye Vámos Miklóssal, és ő azt mondta itt ezen a beszélgetésen, hogy sajnálom, hogy nem kap lehetőséget egész estés film rendezésére, írtam neki egy szinopszis, Magyar Tangó címe, de akik a pénz fölött diszponálnak, nem szavaztak bizalmat a kettőnk filmjének, noha a Szamba után a Tangó igazán stílusos lett volna. Ezt mondta Vámos Miklós. Ezt fájdalommal írja ő is. Igen, hát hogy ne? Ez hogy történt? Hát ő megírta a forgatókönyvet, és bízott benne, hogy... Hát jó sztori volt egyébként. Nagyon jó film lehetett volna. Mi volt a sztori, ezt kérdezhetem? Vagy mi nekem a sztori, hogy mondjam el jelen időben? A tériszonyom, enyhe tériszonyom ellenére egy daru vezetőt kellett játszolnom, aki imád táncolni. Tehát ott fönn... A kettőt együtt. Igen. És jelentkezik egy ilyen tévévetélkedőre, és úgy alakul, hogy bármennyire ügyetlen eleinte, de végül megnyeri. Tehát ez mindannyiuknak egy nagyon pozitív kicsengésű dolog. Én mondom, nekem effektív papírom van róla, hogy tériszonyom van, de boldogan eljátszottam volna, mint ahogy játszottam már olyan filmben, ahol verekedni kellett. Latinovics mondta a
Szép kis család, azt hiszem az volt a címe a filmjének, amit a Rutka Éva igen, volt a felesége igen, benne. Nemrég a tévében többször is adták. Hogy ne félj, az, ne félj, nem lesz semmi baj. Úgy megvert. És olyan helyeken is kaptam, ami nem is látszott a képernyőn, mert a vesém az de... ott van hátul. De annyira helyesen nyugtatott, hogy... Akkor látta, a legnagyobb pánik, nem? Amikor mondják, hogy ne félj. De hogy szóval mi történt ezzel a tervvel? Mi nem ment? Tehát mi volt a baj ezzel? Mert tehát azért a Vámos Miklós is, a Vámos Miklós neve, vagy az ön neve, hát szerintem, ha valami... És ráadásul ez már az utolsó filmem lett volna. Uh-huh. Ha igaz. Szóval... De most született azért film, mert biztos tudjam, hogy nem mindenkit támogatnak egyformán. Hogy ne tudnám, igen. Azért kérdezem, hogy ezt itt mi, azt lehet tudni, hogy mi volt erre egyáltalán az indoklás, vagy miért nem? Vagy nem, mi volt volt? Indoklás. Ja, nem volt hát indoklás. Nem volt indoklás. Hát a... Annak idején nem kellett leadni külön valamilyen megnéző embereknek, most meg azt hiszem ez a divat. De inkább egész máshol döntenek dolgokról. De mi ez, politikai döntés? Vagy milyen döntés? Igen. Ez vagy kultúrpolitikai döntés? És... Ahogy gondolja. De mi alapján? Vagy személyek miatt? A téma miatt? Mert a közönség alapján döntenének, akkor... Akkor elég egyértelmű lenne a döntés. Hát a Sosalunk meg után még csináltam 7 filmet. Tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát abban az időben volt lehetőség. Uh-huh. Hát azért... Próbáltuk ezt, vagy próbáltam én is ezt megérteni, hogy mi lehet ennek az oka, mert erősen fogalmazott Vámos Miklós, és próbáltam ezt kitalálni, hogy esetleg az ön, nem tudom, személye lehet a gond, vagy mi, vagy az övé, ha a döntéseket nézzük. Most erre mit mondjak? Amit gondol? Hát az, hogy vannak olyan vezetők, akiknek esetleg... nem annyira szimpatikus. Politikában van egyébként humor, vagy humor mennyire maradt így meg az embereknek, vagy hogy kérdezem, az vagy mennyire változott humor. Ez? Az meg? Emberek szeretnének nevetni, és hát akkor kiemelem a Bödöcs Tibort, aki egyszerre mindent tud, szépséget, fantasztikus humort, és elérni az embereknek a tömegeit. És büszke vagyok, hogy épp a napokban, azt hiszem a Magyar Hangban, a két legnagyobb színésszel említ együtt. Az interjújában. Igen. Említettem. Uh-huh. De én meg őt mindenfölé helyezem a humorban. Ő azért elég erőteljesen, hát hogy mondjam, kritizálja a jelenleg. De egyébként minden, tehát jó értelemben nagyon-nagyon jó humor. És láthatóan tényleg van hát rá. Ki kell mondani a dolgokat. Nekem is régebben, amikor az illetékes elvtárs figurája voltam, egyetlen egy ember sértődött meg, de az örökre. Aki bejött velem színpadra, és vállalta, hogy az illetékessel ő beszélget. És még most is elég magas pozícióban van. Még annál is magasabb, még igen. Annál is. Itt Magyarországon. Ő az, aki egyébként kicsit alacsonyabb, mint a többiek? Hát ennyire talán itt van, itt a közelben van börtön, oda szépen kettesbe bevonulhatunk. Azért kérdezem ezt, mert épp itt adás előtt beszélgettünk róla, hogy azért volt olyan időszak, amikor beszólt. Én? Neki, nem? Tehát, hogy volt egy ilyen helyzet, amikor azt mondta, hogy... Nem tudom, kiről beszél. Majd én akkor kimondom, mert ugye úgy fogalmazott, hogy te akarsz miniszterelnök lenni, és akkor és hogy először ahhoz meg kell nőni. Ugye ez elhangzott, ez a történet. Igen, mert bejött, és hát tényleg akkor vettem észre, hogy én magasabb vagyok, mert általában mindenkinél alacsonyabb. Mi van, kispoltás, te akarsz miniszterelnök lenni? Előbb nőjél meg, aztán se te leszel. Így fogadtam. Na jó, de hát aki az illetékessel leáll beszélgetni színpadon, közönség előtt, az tudja, hogy ez nem egy visszafogott figura az illetékes, hanem egy szabad
És ez így volt. Ugyanúgy az MSZP-seket is. Volt a ötvös klubban, ami ma Centrál kávézó. Kávéház, igen. Ott volt egy olyan szilveszter, amikor az MSZP-nek az összes kormánytag ott volt. És egyenként kinyírtam őket. És mindenki röhögött. Ebben az esetben nem az történt. Mm. És ő az, aki a mai napig meg van sértődve. Hát persze, nyilván. Vagy legalábbis megteheti, bármit megtehető. Mm-hmm. Van egyébként humor politikusokban? Próbálkoznak? Vagy lehetne ezzel mit... Vagy egyetlen lehet a politikusoknak? Vagy lehetne humorizálniuk? Nem tudom, hogy ezt nézi-e, figyeli-e, mert az egy ez a szó, hogy humorizálás, az egy inkább degradáló kifejezés. Nem. Igazinak kell lenni, és olyan helyekre tenni a hangsúlyt, ami fáj. És azon bír nevetni a közönség, mert neki is fáj. Tehát a közönségnek is fáj. Uh-huh. És ez a politikusokban nem igazán? Nem általánosított. Nem uh-huh. Egy-kettőben nem. És aztán amikor... De beszéljünk jó dolgokról. Például az, hogy Kispesten vagyunk ebben a pillanatban, én több évig itt laktam a lila házakban. Csak az lila volt, na, amiben én laktam. Az még lila volt. Toldi utcában. Lehet, mert most már lekophatott az élénk lila szín. Uh-huh. De a taxiban csak annyit kellett mondani, hogy a lila ház. A lila ház, és akkor tudták. Uh-huh. Utolsó kérdés így a végére, hogy telnek így a mindennapjai, mik a tervek akkor? Mert ugye az egyik tervről beszéltünk, ami nem... Biztos, hogy összejön, azért én még így fogalmazok, de mik a tervek még, vagy hogy telnek a mindennapok? Hát a párommal, a Gálildivel csináltunk több előadást. Nem is akármilyeneket. Igen, a Batang felé című darab az nagyon nagy siker volt. Szirtes Balázs kollégámmal, fiatal kollégámmal játszottam. Az a demenciáról szól. Azért nem emlékszem semmire. De tulajdonképpen most is készülünk több mindenre, ami egyelőre még terv. Ez nagyon titokzatosan hangzott. Hát igen, mert a tervekből lesznek esetleg a meg nem valósult dolgok. Az meg egy csoda, hogyha valami tényleg megvalósul. Meg hát... Meg hát? Nem jut minden eszembe hirtelen, hogy azt mind dolgozunk. Azt mondta valamelyik interjúban, hogy sokat énekel otthon. Igen. És erről jutott eszembe, hogy megkérdezzem, mert ott nem kérdezték meg, ha jól emlékszem, hogy miket énekel, csak ugye a párját említette, hogy neki néha már picit sok az éneklés volt, de gondoltam, hogy akkor ez így záró kérdésnek. De járunk együtt fellépni egyébként. Uh-huh. Ő a Klubrádióban műsorvezető is, és színházi rendező. Meg írt darabokat. Hát rengeteg mindent csinál, az biztos. De hogy amire konkrétan most készülünk, uh-huh. nagyon izgalmas dolog, készülőben van, hogy színpadra visszük, de van olyan, amivel már járjuk az országot, tehát az önálló estek, és ott bizony előfordul, hogy eléneklem magam, uh-huh. tehát éneklek is dalokat elsősorban. Kérhetek így a végére egy... Egy dalt, egy vagy dalt. Egy verset? Amelyiket választja, vagy dalt, vagy... Mind a kettőt, hogy helyrehozzam ezt a kis lukat. Jöhet, bármelyik. Akkor előbb egy verset. Előbb egy verset. Jó? Jó. Mikor megtudta Adi, hogy gyógyíthatatlan beteg, akkor írta Adi Endre, Párizsban járt az ősz. Párizsban tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant, nesztelen, kánikulában, halk lombok alatt, s találkozott vele. Ballagtam éppen a Szajna felé.
és égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett, züm, züm, röpködtek végig az úton, tréfás falevelek. Egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt. S hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt. Hát, nehéz megszólalni. Ezután... És akkor most jöhet a... És akkor most jöhet, jöhet egy... Jöhet a dal? Jöhet a dal, igen. Dés László zenéje, Nemes István verse. Legyen úgy. Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, de mögötte már látjuk a fényt. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell. Míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felém, ez a hosszú ősz még az enyém. Legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk. Soha már, ahogy akkor együtt voltunk. Hát legyen úgy, ha máshogy nem, legyen úgy. Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, de mögötte már látjuk a fényt. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet. Úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Lesz őszre tél, szenvedély, és a rosszat elfelejtjük, és tavasz nyár megtalál, minden reggel újra kezdjük. Na 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 na. Hát legyen úgy, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Ennyi volt már a Pucs. Köszönöm szépen a figyelmüket, és még egyszer nagyon boldog új évet kívánunk. Jövő héten is találkozunk.